Az eredeti tervek szerint a nyíregyházi sportoló már nem utazott volna el a tengeren túlra, viszont a két előző világkupa verseny nem úgy alakult, ahogyan azt szerette volna, így szüksége volt a megszerezhető pontokra. Mint utóbb kiderült, a körülmények nem éppen a legideálisabbak voltak a kerekesszékes versenyzők számára. Nagyon sokat utaztunk, repülőút is hosszú volt, és a repülőút után pedig, amikor leszálltunk Bangkokban, onnan pedig egy 9 órás buszos utazás volt, abban a városban rendezték a versenyt, amit autó vagy egy kis busszal egy 3 órát meg lehetne járni. Most így sikerült, sajnos kicsit rosszul szervezték ezt meg nekünk, rettentő fáradtan érkeztünk meg. Végül sikerült kipihennie magát Istvánnak, aki a brazil Guasson, majd a görög Tirántifalu legyőzésével jutott a legjobb 4 közé. Kiemeltként kezdtem a versenyt, tábla 2-esként. Az első ellenfelem egy brazil versenyző volt, akitől legutóbb kikaptam az előző versenyemen. Most sikerült megvernem őt úgy, hogy 14-11-ről fordítottam, ami nagy mentális jelenlétnek minősül, és nagyon örülök neki, hogy ez így sikerült. A folytatásban pedig érkezett egy görög ellenfél, akitől szintén kikaptam előző versenyemen. Most pedig sikerült ott is nagy hátrányból fordítanom, 11-4-re vezetett, és onnan sikerült fordítanom 15-12-re. A döntőbe jutásért a kínai Zhangtó szenvedett vereséget Pákei Béla tanítványa. A mesteredző ezúttal nem a válogatott trénereként, hanem a Nyíregyházi Sportcentrum támogatásával klubedzőként volt jelen a világkupa versenyen. Kemény volt a verseny, nagyon nehéz ellenféleket kaptunk ugye a táblán, de István mind a kettőt hátrányból meg tudta verni, ez azért nagyon fontos, mert előzőleg mind a kettőtől már vereséget szenvedett, úgyhogy most helyre kerültek a dolgok, és a kvalifikáció szempontjából, hogy ő egyedüli európaiként ott érmes tudott lenni, ezzel ugye megelőzte a európai riválisokat, tehát valamennyivel egyszerűbb helyzetben vagyunk a paralimpiai kvalifikációval kapcsolatban. A kvalifikációs időszak május 31-én zárul. Addig a januári Cardiffi világkupa versenyen, a márciusi párizsi Európa-bajnokságon, valamint egy szapporói VK viadalon gyarapíthatja pontjai számát Tarjányi István.